Egy nagyon jó és fontos dolog a mai városias életmód mellett az, hogyha a kutya beszerzése előtt elgondolkozunk azon, hogy vajon a szomszédságunkat mennyire idegesíti majd a kutyánk. És a kutya idegesítő mi voltának az egyik legfontosabb megnyilvánulási formája az ugatás. A világszerte ez egy nagy probléma. Rengeteg panasz, feljelentés, bejelentés, stb. Születik abból, hogy emberek panaszkodnak a szomszédjukban levő kutya ugatására. Tehát ugye először is körül kell néznünk a szomszédságunkban, nem rossz ötlet megkérdezni a szomszédokat, hogy mennyire toleránsak egy kutya megjelenésével. Na most, hogyha minden okénak tűnik, és senki nem feni a kaszát már előre annak a hallatára, hogy mi kutyát akarunk odavinni, akkor is ugye gondolni kell arra, hogy bizony a kutyahallgatás nem mindenkinek a kedvenc hallgatni valója. Vannak ugatósabb és vannak csendesebb kutyafajták, tehát erre lehet előre gondolni. Ugye meg kell nézni azt, hogy az adott fajtának a fajta szelekciója az egy ugatós irányba vitte a kutyát, vagy nem. Tehát például mondjuk sok terelő kutya igenis ugye munkaeszközként használja az ugatását, ugyanúgy a kopóféle kutyák munkaeszközként használják az ugatásukat. Ezek ugatósabb fajták. Akkor vannak a szánhúzó kutyák, amelyek nem annyira ugatósak, de viszont, ha egyedül hagyjuk őket, szeretnek üvölteni. Hajlamosak a tutulásra. És vannak olyan kutyafajták, amelyeket kevésbé hangosnak ismerünk. Általában az ősi típusú kutyák ilyenek szoktak lenni, agárfélék nem nagyon ugatnak. A másik dolog, amire még oda kell figyelni, hogy általában milyen hangok idegesítik az embereket, erre egy egészen friss kutatásunk az etológia tanszéken azt mutatja, hogy a magas hangú ugatás az rendkívül irritálja az embereket. Tehát ugye mikor ugatnak magas hangon a kutyát? Játék közben, egyedül hagyott szituációban. Tehát ügyelnünk kell arra, hogy a kutyánk ne legyen olyan állat, amelyik... Tehát ügyesen kell nevelni a kutyát, hogy egyedül tudjuk hagyni. Ne ugasson állandóan, hogyha otthon hagyjuk. És ha mondjuk játszunk a kutyával, akkor a legvehemensebb játékokat nem muszáj a szomszédságba tudomására hozni, hanem ki kell vinni a kutyát egy parkba, és ott visítson játék közben örömében az állat, mert ugye ezek a magas fülsértő hangok, ezek erősen irritálják az embereket. Még egy dologra is oda lehet figyelni, hogy mikor ugatnak gyakran a kutyák, az előbb említett szituációkon kívül, hát például ugye akkor, amikor az utcán menő embereket, autókat, bicikliket és kutyasétáltatókat kísérik végig a kerítés mentén. Ugye ebből nagyon sok probléma adódik, az utcai forgalmat ugató kutya egy egész napos, hát hogy úgy mondjam, szórakozást biztosít a környezetének. Hát hogyha ebből gondok adódnak, van egy viszonylag egyszerű megoldás, szeparáljuk el az utca látványától a kutyát, akár úgy, hogy a hátsó kertben tartjuk, akár úgy, hogy fölteszünk egy nátfonatot a kerítés, és akkor nem lesz ő állandóan kitéve a ott járkálóknak a látványának.